Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. A következőkben bagolyköpetek vizsgálatát fogjuk elvégezni. Ehhez a bagolyköpeteket vízbe áztatjuk. Ez szerintem a legegyszerűbb módja. Szárazon is szét lehetne szedni őket tulajdonképpen, de így talán egyszerűbb. Jó, tehát vízbe áztatjuk őket. Azt tudjuk, hogy a bagoly ugye éjszakai ragadozó madár, és a főként rágcsálókkal táplálkozik, esetleg kisebb énekes madarakat is elejthet, és a számára megemészthetetlen anyagokat, mint például a szőr, a tollak vagy a csontok, pici köpetek formájában kiöklendezi. Ahol esetlegesen a fákon látunk baglyokat szúnyókálni, azok alatt a fák alatt nagy eséllyel kereshetünk bagolyköpetet. Bagolyköpetek vizsgálata, hát igazából a madarászok már a köpet alakja, mérete alapján meg tudják határozni a fajt, illetve a bagolyköpet vizsgálata során a talált csontok, tollak, tehát a különböző emészhetetlen maradványok vizsgálata egyrészt a bagoly táplálkozási szokásaira enged következtetni, valamint az adott terület rágcsáló faunájára is, mert hogy nyilván a legnagyobb mennyiségben előforduló rágcsálókat ejti zsákmányul a legnagyobb számban, tehát akár a rágcsáló populációk nagyságára is következtethetünk. Hogyha nagyjából szép maceráltuk már ezt a bagolyköpetet, a vízben. Utána valami fertőtlenítő szerrel, például hipóba beledobáljuk a talált csontokat. Ez egyrészt fertőtleníti is, és szép fehérre is fogja varázsolni a csontjainkat. Jó, tehát akkor láthatjuk, hogy ez a bagoly madarakat nem evett, hanem csak rágcsálókat fogyasztott, ahogy ezt a csontokból megállapíthatjuk. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!